A tartományi parlament nemzetek közötti tanácsának képviselői ma a Magyar Nemzeti Tanácsban, majd azt követően a Horvát Nemzeti Tanácsban tájékozódtak. A beszélgetést a tanács elnökével, Egeresi Sándorral 3:41-kor rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött. Most a két találkozó között van, a Magyar Nemzeti Tanáccsal való megbeszélésen túl és a Horvát Nemzeti Tanáccsal való egyeztetés előtt. Ez egy körútnak a része. Mit vár ettől a látogatástól? Hát már részletekről be tudok számolni, hiszen az imént fejeztük be a Magyar Nemzeti Tanáccsal való konzultációkat, beszélgetést. Igen, a szlovák, a rutén, a román nemzeti tanáccsal való konzultációk után ma ugye a magyar és a horvát nemzeti tanács képviselővel tárgyaltunk. Nagyon hasznos beszélgetés volt, hiszen egy reális képet kaptunk a mai napon, ugye eddig a vajdasági magyarság helyzetéről, hiszen el kell mondanom, hogy ez a mi tervünk szerves része, hogy a konzultációk, a beszélgetések, a látogatások után decemberre elkészítünk egy anyagot, egy elemzést, amelynek az a célja, hogy a tartományi kormány, illetve a tartományi parlament elé olyan reális képet mutassunk be az itt élő nemzeti közösségekről, amely valójában kerüli a tabu témákat, nyílt, őszinte, és szembe megy a problémáknak azzal a céllal, hogy a problémákra megoldást keresünk. Persze mindenkit általában rögtön a problémák érdekelnek. Én azt mondom, hogy nézzük meg azokat a problémákat, amelyek felmerültek, de utána beszéljünk azokról a dolgokról is, amiket viszont működőképesnek találtak a vajdasági magyar közösségnél. Igen, hát a problémákat két kategóriába kell sorolnunk. Vannak a különleges vagy specifikus problémák, amely csak egy adott nemzeti közösséget érint. Ez szinte mindegy nemzeti közösség életében, illetve munkájában jelen van. És vannak az általános problémák, amely gyakorlatilag vonatkozhat mindegyik, illetve vonatkozik minden nemzeti közösségre vajdaságban. Így például, ha a problémákat elemezzük, és azt a négy területet vesszük alapul, amelyben a nemzeti tanácsoknak hatáskörük van, ugye az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a nyelvhasználat. Ha ezt gorcső alá vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy szinte azonos problémákkal találkozunk mondjuk a kultúra területén, mint mondjuk a magyar vagy a rutén, vagy a magyar és a szlovák nemzeti közösségek. Például a kokául a pénzelés kérdése, ez egy olyan kérdés, amely érinti a kiemelt fontosságú rendezvények kérdéskörét, ez vonatkozik szinte minden nemzeti közösségre. Az oktatás területén hasonló problémák vannak, akár a tankönyv kérdés, tehát tankönyv hiány kérdését, akár az oktatási rendszer, az oktatási reform hiányát ebben a kérdéskörben, és mindenhol találkoztunk ezzel a problémával, akár azt vehetjük például az én fiam, kisebbik fiam, aki most kezdte a szakközépiskolát, és a közgazdasági szakközépiskolába jár Topolyán, hogy a 14 tantárgyból csak 4 tankönyvük van, és a többit pedig kézzel írják. Hát 21. században élünk, milyen probléma ez? Tehát számtalan ilyen problémával szembesültünk és szembesülünk, amelyeket górcső alá veszünk, leírunk, tájékoztatjuk a közvéleményt mindenről, a kormányt és a parlamentet, és megfelelő záradékokat fogunk megfogalmazni a konzultációk alapján, amelyeket elfogadásra fogunk javasolni a kormány és a parlament elé. Na, hallok bizonyos megjegyzéseket, amelyek arról szólnak, hogy ez csak egy kirakat intézkedés, mert hogy tényleges dolgokat csak vajdaságon belül nem lehet megoldani. Vajdaságon belül sok mindent meg is kell oldani, és meg is lehet oldani. Független attól, hogy a vajdasági hatásköri törvényt, magát vajdaságnak a státuszát is megkérdelezik egyesek, de ami az egyik legfontosabb mérföldköve Szerbiának az Európába vezető úton, az bizony vajdaság. Ezt nem akarják elismerni, nem akarják Belgrádban komolyan felfogni, pedig igaz, hiszen ne csak Jelko Kacint emlegessük mindig, aki bizony nagyon nyomatékosan évek óta mindig azt mondja, az igazi ütőkártyája Szerbiának az Európába vezető úton az vajdaság. A megmaradt sokszínűsége vajdaságnak. Én arra a nemzeti céloztam. Közösségek helyzete vajdaságban. Az államnak alapvető érdeke kell, hogy legyen,
hogy itt jó érezzék magukat a kisebbségek. Az arra céloztam is... az előbb, hogy ja. például a tankönyvellátás, vagy az oktatási intézményeknek a megreformálása, illetve a kulturális rendezvényekre az anyagiak biztosítása, ezek nagyrészt Belgrád függőek. Igen, Belgrád függőek, de természetesen, amikor ezekről a záradékokról fogunk beszélni, remélem decemberben lesz alkalmam ezt elmondani önöknek még egyszer, amikor elkészülnek ezek a záradékok, a tartományi kormány és a tartományi parlament elvárjuk majd, hogy ezeket a záradékokat elfogadva a szerb köztársaság állami szerveihez intézze ezeket a záradékokat, és követelje ezen intézkedéseknek a végrehajtását. Tehát mi beszélhetünk kirakatról, meg beszélhetünk sóhivatalról, és mi egymásról, persze, hogy szembesülök én is ezekkel a kérdésekkel, hiszen akár ezt a mi tanácsunkat is évek óta gyakorlatilag papíron működő tanácsról beszéltünk, ez gyakorlatilag ebbe az évbe változott meg, igen. hiszen ebből az úgynevezett sóhivatalból bizony ennek a sóhivatalnak nagyon komoly hatáskörei vannak, ami a statutumát illeti úgy a bizottságnak is, hiszen rezolúciót tud elfogadtatni akár a tartományi kormánya vagy a tartományi parlamenttel, ajánlásokat tud tenni, sőt azért kell mondani, hogy egyetlen egy olyan anyag, amely a tartományi parlament elé kerül, és érinti az egyenrangúságot, érinti a nemzeti közösségek egyenrangúságát, a tanács véleménye nélkül nem lehet megvitatni. Tehát egyfajta véleményező státuszunk is van. Persze ezt kihasználtuk azzal, hogy ne csak levegőbe beszélve tárgyaljunk a kisebbségek helyzetére, hanem járjuk körbe, nézzük meg, beszéljük meg. Nincs tabu téma, nem lehet tabu téma a kisebbségi jogok kérdéskörében. És ezért nyíltan, őszintén megyünk a nemzeti közösségekhez. Itt van például, csak tájékoztatom a szerkesztőasszonyt, hogy például most a Magyar Nemzeti Tanácshoz, a Vajdasági Parlamentnek a magyar képviselők egy része jött. Tehát a delegáció tagjaiszer úgy megyünk a különböző nemzeti tanácsokhoz, hogy azon nemzeti közösség tartományi parlamenti képviselői is részt vesznek ezeken a beszélgetéseken, hiszen ki kell hangsúlyoznunk függetlenül mindentől, de mi parlamenti tanács vagyunk, és a parlamenti képviselőknek komoly politikai legitimitása van. És ezzel a legitimitással élve próbáljuk még hatékonyabban hozzáállni ahhoz, hogy a vajdaságban élő nemzeti közösségek igazán szülőföldként éljék meg békében és biztonságban a vajdaságot. Megnéztük azokat a területeket, amelyek ugye a nemzeti tanácsi törvényből származnak, és mondta, hogy vannak viszont általános dolgok is ezeken, hogyha végigfutnánk. Általános gondok, tehát gyakorlatilag, ha nézzünk egy közös a kisebbségek helyzetét általánosan, például még mindig léteznek a velünk, tehát a kisebbség nemzeti közösségekkel szemben bizonyos előítéletek a többség részéről. Nem lehet megkerülni azokat a problémákat, amelyek a mindennapi életben zajlanak, akár a diszkrimináció kérdéskörében. Tehát szembesülünk azzal, ha akár munkahelyen, akár különböző incidensek tekintetében, ezek a realitások talaján kell, hogy mozogjanak, a realitások valójában mindezek a problémák. Ezekkel megint szinte minden nemzeti kisebbség találkozik, szembesül, és ennek az orvoslása nagyon fontos. Ugyanaz az állami szervek hozzáállása a nemzeti közösségek. Ez egyszerű példát mondok. Szinte minden nemzeti közösségnek hasonló problémája van, hogy nem tudom én, Zentán, vagy Petrőcön, vagy épp Versecen, például az adott postahivatalban, vagy a belügyének a salterján, vagy az igazságügyi szervekben nem tudják beszélni a környezet nyelvét, vagy ennek a nemzeti közösségnek a nyelvét. Tehát nem tudok magyarul, vagy nem tudok szlovákul, vagy nem tudok románul, vagy nem tudok ruszinul. Ezt mindenhol elhajtották. Keresztúron is például Keresztúron, amely 80%-os ruszin közösség, a postahivatalban a salternál ülő hölgyek egyike se 3 vagy 4 nem tud beszélni rusziról. Hogyan tudják ezt a kérdést rendezni? Úgy lehet, hogy az állami felé, tehát a tartomány elfogad egy határozatot, és az állami szervek felé küldi. Ez nem nyomásgyakorlás, hanem a jogoknak a tiszteletben tartása valójában. Mi még elvárjuk például a szerbiai postától, hogy bizony tartsák tiszteletben egy közösségben élő nemzeti közösségnek az egyenrangúságát, jogot az egyenhangú nyelvhasználatra.
ezt kérjük az állami szervektől, és ezt megtesszük mindenhol. Én bízok benne december után egy sokkal hatékonyabb és egy agilisebb, még agilisebb politikát fogunk folytatni ezen jogok tiszteletben tartása tekintetében. Említette ugye, hogy ezen a megbeszélésen a Magyar Nemzeti Tanáccsal jelen voltak a Nemzetek Közötti Tanács azon képviselői, akik magukat magyarnak vallják. Itt ugye nem ugyanahhoz a párthoz való tartozásról van szó. Ennek ellenére, vagy ez mentén egyet tudtak-e érteni? Persze, hát mi ez úgy működik, hogy minden megbeszélés alapján van egy bevezető, és mi pedig, mint parlamenti képviselők kérdezhetünk, javasolhatunk, véleményt formálhatunk. Ez történt ma is, hiszen úgy egyébként a Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetségnek a képviselői voltak jelen ma ezen a megbeszélése, magyar képviselői tanácsnak. Ezen igen, a de érdekes azért az fölállás, mert hogy ugye a tartományban, koalícióban működnek, a Magyar Nemzeti Tanácson belül pedig kormány és ellenzék. Jó, ez rendben van, ez az adott pillanat, ez az adott intézmény, az adott politikai légkörnek a függvénye. Gyakorlatilag akár a nemzeti közösségek helyzetén megítélésében, hát minden politikai pártnak véleményt kell mondania. Mondjuk ezt ma meghallottuk, és nagy különbségek nem voltak mondjuk a kérdések tekintetében, hiszen itt általános problémákról van szó, amely nem csak pártfüggő. Egyértelmű, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek a legnagyobb a befolyása, a legnagyobb a tekintélye ebben a kérdésközben, hiszen a Magyar Nemzeti Tanácsnak a vezetése is a pártomnak a vezetését, illetve a pártomat tükrözi, de természetesen a megítélés tekintetében minden pártnak véleményt kell formálnia. Érdekes példát tudok felhozni, hogy hasonló megosztottság volt a parlamentnek az augusztusi bizottsággyűlésén, amikor 10 ellenzéki képviselő, ez a haladó párt, a szocialista párt, a radikális párt és a szerbdemokrata pártnak egyes képviselői a szerb alkotmánybíróságnál megkérdőjelezték az anyanyelven történő felvételi vizsgáknak a létjogosultságát. Érdekes mód még abban a pillanatban a hatalmi koalíció részéről a Vajdasági Magyar Szövetség, azt hiszem igen, a Liga és a Demokrata Párt is véleményt formált, és persze ellenezte azt, hogy ezt megkérdőjelezik, ezt a jogot, de tapasztaltam azt, hogy a haladók részéről is volt egy képviselő, aki hát visszafogottabban nyilatkozott, hiszen ha az ember argumentumokkal tudja alátámasztani mindazt, ami egy kisebbségi helyzetnek a rendezést illeti, egy agilisebb, egy rámenősebb propagandával és kommunikációval oda tudunk hatni, hogy lassan, de biztosan változzon meg a közfelfogás a nemzeti közösségek helyzetéről. Mi egyenrangú polgári vagyunk ennek az államnak, ennek a tartománynak, és ezt el is várjuk, hogy az állam és a tartomány biztosítsa számunkra, hogy békében, biztonságban és szabadságban éljünk. Köszönöm, hogy itt van. Én köszönöm a lehetőséget.